Gázszivárgás miatt szólaltak meg a szirénák a Flagagáz Kft-nél. A gyakorlat feltételezett szituációjában az üzemzavart észlelő munkás megsérült. Az üzem dolgozóinak egy része a sziréna jelzése után a biztonsági zónába vonult, egy másik csoport pedig elkezdte a tartályok locsolását, majd az elsősegélynyújtók a sérült megmentésére siettek, végül azonban nekik is bajuk esett. A vészhelyzet elhárítási terv, illetve a szevezó terv legrosszabb verziója ugye egy gáztartály robbanás, aminek a környezetre is és a védőtávolságokat tekintve is a legnagyobb a hatása. Ez ennek figyelembevételével történik meg a kiürítés, az evakuálás, a védelmi határok meghatározása. Mivel a mentők biztonsági okokból nem léphettek be az üzem területére, ezért a tűzoltók nem csak az esetleges gázrobbanás megakadályozásán dolgoztak, hanem a sérülteket is ők vitték biztonságos helyre. Üzemzavar következtében gázszivárgás keletkezett, ezt az üzemi dolgozók megpróbálták elhárítani, ezt az üzemzavart, de nem sikerült, ezért indították az ő általuk kifejlesztett vészhelyzeti procedúrát, melynek során a tűzoltóság, a mentők, a rendőrség, illetve társsegítségként a polgárőrség szakemberei avatkoztak be. A helyszínre érkező mentők felállították az úgynevezett tömeges baleseti egységet, és itt látták el a sebesülteket. A tömeges baleseti egység, mint ahogy benne van a nevében, akkor kerül bevetésre, amikor egy adott szituációban, adott időben, adott helyen több fő sérül meg. Ebben a szituációban szerencsére csak 6 fő sérült, így a kollégáknak könnyű dolga volt, viszonylag gyorsan el tudták őket látni. Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatot évente rendeznek Székesfehérváron. A Flagagáz Kft. Ugyanis veszélyességi szempontból felső küszöbértékű kategóriába tartozik, és ezért van szükség az üzem és a város által készített védelmi tervek rendszeres gyakorlására. A legjobb felkészülés, az maga megelőzés ezekre a veszélyhelyzetekre, az az, hogy mindig mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga. Tegyük meg mindent annak érdekében, hogy csak gyakorlatokon kelljen találkoznunk ilyen esetekben, soha ne kelljen éles helyzetbe. A külső védelmi terv gyakorlásában az üzem dolgozói mellett a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a rendőrség, a polgárőrség és a helyi védelmi bizottság tagjai vettek részt. A lakosságnak ebben a gyakorlatban nem volt feladata.